Az embert a tettei határozzák meg, a név önmagában nem sokat ér. Így tartja mai vendégünk, aki a klasszikus zeneirodalom hiteles művészi interpretálása mellett fontosnak érzi, hogy kortárs zenével is utat találjon a közönséghez. Lássuk, kinek a portréjával várjuk ma önöket a Kontúrban. Oliver von Dohnányi karmester zeneigazgató, a közismert Dohnányi zenés család tagja. Előbb a Prágai Előadó Művészeti Egyetem zenei fakultásán tanult Václav Neumann, majd a Bécsi Zeneművészeti Egyetemen Ottmar Suitner professzor irányítása alatt. A diploma megszerzése után az akkori Csehszlovák Rádió karnagyi posztját nyerte el, amelyet 7 éven keresztül töltött be. 1983-ban történelmet írt, amikor 28 évesen, addigi legfiatalabbként felkérték a Pozsonyi Szlovák Nemzeti Opera zeneigazgatójának. Majd 3 évvel később, igazgatói megbízásával párhuzamosan, a szlovák filharmonikusok vezetését is rábízták. Karrierje Prágában a Nemzeti Színháznál folytatódott, amelynek előbb vendégkarmestere, majd zeneigazgatója lett. Ez idő alatt is számos külföldi meghívásnak tett eleget, járt Angliában, Ausztriában, Németországban, Argentinában és Japánban is. 2006 és 10 között az osztravai Morva-sziléziai Nemzeti Színház művészeti vezetőjeként tevékenykedett. 2015-ben Philip Glass Satyagraha című operáját vezényelte a Moszkvai Nagyszínházban, mely produkció 2 aranymaszk kitüntetést nyert, legjobb kórus és kritikusok díja kategóriákban. Jelenleg a Szlovák Rádió szimfonikus zenekarának első karmestere, a zágrábi filharmonikusok, a Staatsoper Stuttgart, a Jekatyerinburgi Uráli Opera, a Szófiai Bolgár Nemzeti Opera, valamint a Horvát Rádió szimfonikus zenekarának állandó vendégkarmestere. Szeretettel köszöntöm Oliver von Dohnányit a stúdióban. És azzal az idézettel kezdtem az adást, hogy a név önmagában nem sokat ér, hiszen az ember tettei határozzák meg őt, és hát ha valaki, akkor önbiztosan tudja, hogy milyen egy nagy név alatt felnőni és karriert csinálni, ösztönzően vagy olykor bénítóan is hatott ez a nagy név a karrierjében. Tehát muszáj, hogy mondjam, hogy már az elején elhangzott, a név semmit nem jelent, az egy név, az egy név, és az, hogy az ember egy családba tartozik, az lehet, hogy inkább kötelezi magát, mint hogy valamilyen nagyobb lehetőségeket biztosítson számára. Az, hogy a Dohnányi család tagja vagyok, az egy nagy megtiszteltetés, de közelről sem jelenti azt, hogy az ember erre építse a karrierjét. Úgyhogy én, amikor elkezdtem a pályámat, akkor én is az alapoktól kezdtem Szlovákiában, majd később Csehországban, és a Dohnányi névvel lényegében nem volt ennek túl sok köze. De azért egy picit meséljük el, hogyha valaki nem tudná, hogy pontosan milyen rokonságban áll a nagy zeneszerzővel, Dohnányi Ernővel. Körülbelül úgy néz ki, hogy a Dohnányi Ernő Pozsonyban született, és az ő családja is természetesen Pozsonyban élt, az édesapja gimnáziumi professzor volt, és a nagyapja, és az én nagyapám nagyapja testvérek voltak, tehát úgy szétágazódott a család, tehát körülbelül ilyen eléggé távoli ez a rokonság, de remélem, hogy a gének a családból azért átmennek, és a zenei áthallások és tapasztalatok keretében ez öröklődik, remélem. Egyébként azt el kell mondanom, hogy tud magyarul, egy kicsit, nem is olyan kicsit, egészen jól, és most csak az interjú kedvéért beszél szlovákul. Egyébként mennyire beszéltek a családjában magyarul? Trencsénben született különben. Igen, Trencsénben már nem nagyon beszélnek magyarul, tehát oda az már egyet teljes szlovák város, de mivel ugye a családunkban az idősebb rokonok, azért még magyar iskolákban jártak, és a nagymamám még magyar volt, tehát azért a családban beszéltek magyarul is, és főleg a szülők használták a magyar nyelvet, ha ugye akarták, hogy a gyerekek ne értsék, hogy ahogy akkor a nagyon hallgatóztunk, és annál is inkább megtanultunk, persze.
Egy picit, hogyha most a koncerthez ugrunk, amit január 1-én Budapesten vezényelni fog az újévi nyitányhoz, amelyen természetesen Dohnányi Ernő műveit is vezényli, a szimfonikus perceket, illetve az ünnepi nyitányt, akkor Dohnányiként mit jelent önnek Dohnányit vezényelni? Mit jelent az ön számára ez a felkérés, ha, amint említette, a név leginkább kötelez? Práve to je dôležité, že ja pont az a fontos, hogy Dohnányi Ernő egy kicsikét háttérbe volt szorítva, tehát nem nagyon játszották őt sokszor Magyarországon, és na manapság is vannak olyan darabjai, hogy kevésbé ismernek. Múltkor vezényeltem a Magyar Filharmóniát, és ugye amerikai Rhapsody-t vezényeltem, amit szinte senki nem ismer. A zongora darabjait gyakrabban játsszák, vagy pedig a kamara darabjait, de például konkrétan ez az ünnepi nyitány, ez egy rendkívül jelentős bír, ugyanis a Buda, Óbuda és Pest egyesítésének 50. évfordulójára kombinálta, és ugye jelenleg azóta már megint eltelt 100 év, ez egy nagyon jelentős jubileum, úgyhogy úgy gondolom, hogy Dohnányiként érzek bizonyos kötelezettséget és büszkeséget is természetesen, hogy az ő általa írt, komponált darabokat meg tudom mutatni a hallgatóság, és talán egy kicsikét jobban előtérbe tudom helyezni, hogy milyen volt a tevékenysége. Mit gondol, mi lehet az oka Dohnányi alulreprezentáltságának a nagyságához képest? Ha összehasonlítjuk a magyar zeneszerzőket, ugye, akik a legjelentősebb ranggal bírnak, akkor úgy gondolom, hogy az ő helye rögtön az a legmagasabb kategóriában, ligában van, tehát Bartók, Kodály, és ehhez még hozzászámítom Lisztet is. Például, ha azt gondoljuk, hogy Brahms is azért ugye egyrészt ugye magyar zenét is szerzett, ugye a magyar táncait figyelembe véve, akkor ez az a kör, ez az a társaság, ahova ő műveit is tenném. Úgyhogy én szeretném, hogyha ebben a pozícióban tudnám tartani a darabjait. Most ugye hallhattunk egy darabot a Simona néniből, amit nemrég vezényeltem a Magyar Operaházban, és azt hiszem, hogy pont ez egy olyan út, ahogyan propagáljuk és népszerűsítjük a darabjait, és nem csak a kamara darabjait, hanem az opera műveit is. Egyébként gyermekként milyen hatást gyakorolt a zenei ízlésére Dohnányi Ernő zenei öröksége? El kell, hogy mondjam, de nagyon őszintén, hogy gyerekkorban és fiatal koromban nem nagyon találkoztam a darabjaival. Tehát ugye Amerikában halt meg a 60-as években, amikor ugye én akkor 5 éves voltam, amikor ő elhunyt, tehát nem is találkoztam, sajnos nem is láttam őt. Esélyem se volt arra, hogy ugye a szocializmusban én kijussak oda. Nem is tudtam egyébként, hogy ő ennyire híres művész és zeneszerző. És Kristófot, ugye az unokáját, csak később ismertem meg Prágában az egyetemen, amikor először találkoztunk, és természetesen utána ki is utaztam hozzá, tehát ekkor találkoztunk először. Úgyhogy sajnos, és nagyon sajnálom, de nem tudtam vele soha találkozni, és tehát nem tudtam úgymond szagmintát venni a művészetéből és a darabjaiból és a művészi pályájából, úgyhogy sajnos ez egy óriási hátrány, lehet, hogy majd a jövőben lesz valamilyen technika, ami lehetőséget biztosít, hogy még találkozzunk, de azt hiszem, hogy ez még a jövő zenéje. És amikor megismerkedett a zenéjével, akkor mit talált benne lenyűgözőnek, inspirálónak? Számomra rendkívül fontos a darabjaiban, hogy nagyon gyönyörű, melodikus és harmonikus invenciókat alkalmaz, és nagyon jól tudja hangszerelni, főleg ezeket a szimfonikus zenekar számára. Tehát én is inkább ilyen romantikus típus vagyok, tehát nagyon szeretem a romantikus zenét, amiket ő is szerzett egyébként. Nagyon harmonikus, hallgathatóak a darabjai, tehát hogyha három darabot
hasonlítunk, amit 50 évvel ezelőtt játszottak a darabja, a koncertjén, ugye akkor Bartók és Kodály Psalmus Hungarikumát játszották az övé mellett, tehát az három különálló világ volt, még ha kortársak is volt, tehát Bartókkal nem is lehet összehasonlítani, tehát Bartók egy újító volt, aki ilyen rendkívüli új utakat keresett, és természetesen ugye neki nagy érdeme az, hogy a magyar zene ebben a formájában is előtérbe került. De az, hogy Ernő Dohnányi hallgatható és kellemes darabokat írt, én ennek nagyon örülök, és nagyon szeretem a jelenlegi kortárs zenét, és nem csak a 20. század, ha már a 21. század itt is, mert ugye a 20. század ugye az már az elmúlt számunkra, és ennek ellenére a 20. századi zeneszerzők a jelenlegi hallgatóság számára túl modernek hatnak. De én például nagyon szeretem ezeket a darabokat, amiket melodikusak, nagyon szépen át vannak dolgozva, főleg ugye ebben az előjátékban, az ünnepi nyitányban, hogy három zenekar van, három különböző himnuszt és motívumot alkalmaz, amit ő talált ki, de ugye benne van az Erkel komponált himnusza, de benne van a fúga is, ami három zenekar számára van, nagyon-nagyon szép, magas kvalitásban kidolgozva. Számomra ezek azok a darabok, amelyeket szerintem játszani kellene, és a mai hektikus világban, amikor nagyon sok ember ideges zilált, valami szépet is át kell élni, hogy az embereknek szép élményük legyen a zenéből. Ezt én is így gondolom, és mindjárt innen folytatjuk a beszélgetést, amelyből majd az is kiderül, hogy hogyan lett karmester, de most következik valaki, akit jól ismer. Számos nemzetközi karmesterverseny finalistáinak sorában szerepelt Oliver von Dohnányi, így megnyerte például a híres Premio Respighi olasz versenyt, de a Magyar Televízió egykori karmesterversenyén is szerepelt. Most egy pályatársral folytatjuk, aki maga is részt vette az utóbbi megmérettetésen, manapság pedig a budafoki Dohnányi Ernő szimfonikus zenekar zeneigazgatója, a Liszt Ferenc díjas karmester Hollerung Gábor következik. Első találkozásom Olivérrel, az biztos, hogy karmesterverseny volt. Ma már nem vagyok biztos, hogy ez 83 volt-e, vagy 85 volt, vagy 81 volt. Ezek az esztendőkben voltak nagyjából azok a karmesterversenyek, amik én magam is részt vettem. És akkor kvázi konkurensei voltunk idézőjelben egymásnak, de akkor azért elég jó hangulat volt, és emlékszem, hogy akkor is már egy baráti kapcsolat alakult ki, hiszen akkor már a Dohnányi zenekar létezett, ugyan még csak ifjúsági zenekarként, de ez a kapocs, hogy a mi zenekarunk Dohnányi Ernő nevét viseli, és ő pedig ugye egy oldalági leszármazottja a zeneszerzőnek, ez feltétlenül egy kiinduló találkozási pont volt, és utána pár évvel úgy emlékszem, hogy volt vendégünk is, még a 90-es években, Olivér, akkor egy-két évtized, vagy ha jól számolom, addig kicsit szétváltak útjaink, és az utóbbi években ő újra egyre többet kezdett jönni Magyarországra, és talán, ha jól emlékszem, a 20-21-re is már terveztük egy koncertet vele, ami végül is az idei szezonban egész pontosan, hát jövő esztendőben fog megvalósulni. Reményünk szerint a világ engedi, hogy mindaz, ami tervezünk, az megvalósuljon. Én egy kicsit várunk rám, páspanunk. Még egyszer kem? Úgy emlékszem rá, mint egy nagyon vicces karmester egyébként, tehát annak idején emlékszem is talán egy Till Eulenspiegel eladás, ahol soha nem látott ötleteket, mert a dologból kihozni, és egyébként a fiatalkori találkozásainkban is inkább egyfajta jókedv volt mindig értelemszerűen. Azért ahogy öregszünk, azért megváltozunk, hiszen azért mindenketten 70. életév torkában vagy már éppen elérve vagyunk, tehát addigra már mások leszünk. Nyilván a jókedv, ha megmarad bennünk, és ez biztos, hogy Olivérben megmaradt, hiszen most is azért akár egy szóviccel, akár csak egy vicces dolog fölemlítésével azért a humor megmarad benne. E
egyetért azzal, amit Hollerung Gábor mondott, hogy a humor fontos szerepet játszik a karmesterségében? Az legfontosabb. A humor nélkül nem lehet élni. Most pedig hallhattuk magyarul, eddig ugye szlovákul beszélt, de örülök, hogy magyarra nekem már, váltott nekem egy kicsit. Már majdnem mindegy most. Magyar, tegnap beszéltem magyarul. Azért csak szlovákul beszélek, hogy amik a proságok akarnak menni, valami nagyon finomság. A nüanszokat. Igen, az nüanszok, az nem mindig tudom a szót, ami passzol hozzá, és nagyon-nagyon nem akarom, hogy valamit rosszul mondom, azért csak a tolmácsot akartam. Igen, de köszönöm szépen, hogy magyarul is kifejezte magát, jó hallani, mert nagyon-nagyon szépen beszél magyarul, és akkor egy picit térjünk vissza a karrierjének a kezdetéhez. Egyébként itt a Magyar Televízió karmester versenyéből lehetett látni részleteket, de ugorjunk még korábbra, mert hogy hangszereken is tanult. Hogy lett önből végül karmester? Miért ezt a pályát választotta, ami egyébként ugye egy bizonyos tekintetben különösen izgalmas, hiszen inkább egy értelmező, átadó szerepe van a karmesternek, aki összefog és irányít, tehát egy picit más, mint amikor valaki mondjuk szólóban előad. Tehát teraz először vrátim to szlovenčiny. Úgyhogy visszatérnék akkor a saját anyanyelvemhez, szeretném pontosan fogalmazni. Én zongoristaként kezdtem, az én nagynéném zongoratanárnő volt, és otthon is tanított, tehát nagy házunk volt, és ott tanított bennünket, és amikor tanulók elmentek, akkor én is oda mentem, és úgy próbáltam eljátszani a zongorán ezeket a különböző dallamokat, és természetesen azt hitte, hogy egy gyerek ott maradt, de amikor rájött, hogy én vagyok, akkor elkezdett tanítani, majd később hegedű is, mert ugye azt mondta, hogy nagyon sok a zongorista, tehát hogy mégis talán lehet, hogy tanuljon egy gyerek egy másik hangszert is, és amikor konzervatóriumba mentem, akkor már döntenem kellett, hogy zongora vagy hegedű, mert addig körülbelül ugyanazon a szinten voltam, és akkor a hegedű mellett döntöttem, és még hozzáválasztottam a karmesterségre, ez mindig is vonzott, gyerekkorban is írtam ilyen darabocskákat, és nagyon érdekel ez a dolog, tehát nagyon szerettem a karmesterséget és a komponálást is, tehát ugye sok karmesternek van egy ilyen fekete múltja, tehát hogy azért mentek át, hagyták ott a hangszert, mert nem ment az olyan jól. Én azért nyertem nemzetközi hegedű versenyt is, tehát azért legjobb résztvevő lettem, tehát a professzorom a legjobb pedagógusként végezte, tehát én nálam ez nem játszott, de mégis aztán úgy döntöttem, hogy akkor itt egy új perspektívákat nyit. Tehát amikor Koganov itt volt a szlovák filharmóniában, akkor azt mondtam, hogy én is szeretnék nála tanulni. Ez sajnos nem jött össze, mert az iskola nem akart kiengedni, mert ők azt szerették volna, hogy csak maradjok a konzervatóriumban további két évig. Ezzel én nem értettem egyet, és aztán szerencsére nem jutottam ki Moszkvába, és éppen ezért úgy döntöttem, hogy akkor Prágába megyek karmesterséget tanulni. És 16 résztvevőből egyet választottak fel, vettek fel, és az életem Václav Neumannál és Alois Klímánál és a többi professzornál. Utána pedig Bécsbe vitte az útja, és ott is nyilván értékes tapasztalatokat szerzett. Ott kinek a keze alatt tanult? Amikor Prágában befejeztem a tanulmányomat, akkor szerettem volna nemzetközi tapasztalatokat is szerezni, és lehetőség volt, hogy ösztöndíjat kapjak külföldön, de nagyon nehéz és hosszú távú volt, ugye a katonaságba is el akartak vinni a seregbe, és nagyon nehéz volt akkor elintézni azt, hogy ebből ki tudjak bújni, tehát hogy ne katonának vigyenek el, de végül is sikerült, és mire ezt sikerült megkapnom a bécsi ösztöndíjat, közben a professzor Swarovskihoz, akihez ki akartam menni, elhunyt. És aztán, amikor megkaptam az ösztöndíjat, akkor professzor Switnernél tanultam, aki rendkívül sokat adott nekem, kiváló német karmester volt, nagyon jól megértettük egymást, úgyhogy vele folytattam a tanulmányomat, de természetesen közben már a pozsonyi rádiózenekarában is megkaptam a helyet, és rögtön ugye az iskola befejezését követően
követően a végzős koncertemet már a prágai szimfonikusokkal zenéltem. Reiter professzor úr, ugye, aki Dohnányi Ernőnek a diákja volt, ő jött meghallgatni, ő akkor befejezte a karmesteri karrierjét, és amikor fő karmestert kerestek, akkor pont kerestek, ugye akkor volt egy pályázat, és én kaptam meg ezt a helyet, állást, úgyhogy 7 évet lehúztam a Pozsonyi Rádió zenekara élén. És hát aztán a szlovák zenetörténet legfiatalabbjaként nevezték ki a Szlovák Nemzeti Operának az élére. Ez mondhatni egy üstökös-szerű karrier. Mi az, ami eddig röpítette? Milyen tulajdonságok kellenek ahhoz, hogy ilyen korán, ilyen fontos pozícióba tudjon kerülni egy karmester? Azt hiszem, hogy óriási szerencsém volt. Tehát elsősorban, amikor a rádióba kerültem, akkor rögtön az iskola után nagyon jó professzorral tudtam együttműködni, és aztán az operánál meg az volt, hogy szükségük volt egy karmesterre, mert egy generációváltás volt éppen, tehát csináltam egy próbát, és utána be kellett ugrani valaki helyett, egy Toszkát kellett vezényelni, úgyhogy, és akkor ezek alapján ajánlották fel ezt a posztot, ahol aztán pár évig voltam, és akkor kezdtem ezeket az alapvető dolgokat tanulni. Én soha nem akartam operát vezényelni, de amikor ugye operába jutottam, akkor annál is inkább ugye elkezdtem vele foglalkozni, és ma már talán a tevékenységem 70%-a opera vezénylés. Tehát a karrier teljesen, tehát én azt mondtam elején, hogy én csak szimfonikus zenekar élén leszek, és hát mert jobban érdekelt, és jobban tetszett a nagy zenekar, tehát ugye ott, hogy ő az első, ott fönt látható a karmester, operában meg el van dugva az opera, a zenekari árokban, tehát ugye, hogy mindenki az énekeseket nézi, hallgatja, és a karmester nem ő van az első mondjuk úgy vonalban. És azért ugye, ezek szerint igényli ezt a fajta megmutatkozási lehetőséget? Hát ez egy alapvető vezénylési tulajdonság, ez a hogy exhibicionizmus. Tehát mindenki ott akar állni a reflektorfényben, és az operában ugye ez az egy munkatársa sok közül, ugye, aki ezt áll a sorban, és ugye valamilyen összhangot meg kell csinálni, és akkor megsül az egész kalács, amit operának hívnak. De azért még említsük meg, és különösen ugye az újévi nyitán kapcsán érdekes, hogy azt már láthattuk, hogy a Magyar Televízió nemzetközi karmester versenyén is megmutathatta magát, és éppen a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara élén, amely zenekart egyébként Dohnányi Ernő alapította, 1943-ban volt a bemutatkozó hangversenyük, szép ív ez is. Mit jelent ezt a zenekart vezényelni most egyébként éppen az újévi nyitány alkalmával? Amikor láttam ezeket a felvételeket a régi archívumból, tehát ugye nem is akarom mondani hány éve már annak, tehát nagyon rég múlt, el kell, hogy mondjam, hogy az ember úgy teljesen az idő rabjává válik, amikor ez zajlott, és úgy gondolom, hogy mintha semmi nem történt volna, csak eltelt egy bizonyos idő. De az az érzés, hogy visszakerültem az Origóhoz, ehhez a zenekarhoz, amelyet valamikor vezényeltem, és ugye itt a Filharmóniában is, és más zenekaroknál is így van, ez pont ma volt az egyik lehetőségem beszélgetni a kollégákkal, és mondták, hogy még emlékeznek rám, hogy hány éve is voltam, mondta, ne is kérdezzétek, ne is mondjátok inkább. De természetesen nagyon jó érzés, hogy visszajutni, kicsit visszaemlékezni, és visszajutni ahhoz a zenekarhoz, ahol kezdtem. Innen folytatjuk a beszélgetést, de most következik megint valaki, akit jól ismer. Oliver von Dohnányi a szlovák, a cseh és a nemzetközi opera színpadok mellett a Magyar Állami Operaházban is számos alkalommal vezényelt. Most a Liszt Ferenc díjas Kocsár Balázs karmesterrel, az Operaház főzene igazgatójával folytatjuk. Valamikor a 80-as években volt az a karmesterverseny már, amikor ő itt a rádiós televízió karmesterversenyéről beszélünk, és ezt már akkor követtem, mint akkor már a 80-as években egy picit a zene felé orientált fiatalember.
és így láttam őt, így ismerhettem meg őt a képernyőn keresztül. Majd az élet különböző pontjain találkoztunk itthon és külföldön, és amikor ide kerültem az operaházba, akkor első között ő volt az egyik karmester, akit megszólítottam, hogy jöjjön el és vezényeljen nálunk, mert fontosnak tartottam a mellett, hogy a magyar karmesterek feltételül ugye fontos az, hogy jelen legyenek az operaházban, de egy olyan ezer szállal Magyarországhoz, Budapesthez köthető személy, mint ő is fontos, hogy itt legyen velünk és időről időre megmutassa a művészetét. Alapvetően, ami úgy itt a operaházi működésemben még a megelőző majd 20 éves debreceni irányításom alatt döntő szempont volt, hogy olyan karmestereket hívtam mindig, akiknek tudása, tapasztalata építő tud lenni az általam vezetett együttes számára. Ilyen Olivér is, hiszen egy hatalmas tudású, tapasztalású, megbízható, felkészült olyan karmester, akit biztos oda lehet állítani a zenekar, illetve az együttes elé, mert nem véletlenül azért nemzetközi kitekintésben is egy nagyon komoly tudással és ezáltal rengeteg meghívással, tapasztalattal rendelkező karmester, mert mindig biztosan elvezeti az együttest a jó irányba, és nem érhet meglepetés senkit, se előadót, se pedig a vezetőséget. Dvorzsák, Verdi, Puccini vagy Mozart operái mind a repertoárja része. A Don Giovannit vagy a Figaro házasságát több százszor vezényelte már. Hogyan lehet mindig újat és újat megtalálni ezekben az operákban? Azt hiszem, hogy minden darab, amit az ember megtanul, annyi lehetőséget biztosít számára, amiket csak időről időre észlel, vagy talál meg, vagy talál érdekesnek, vagy újnak, és érdekesebbnek. És igyekszem minden további ismétlésnél ebből valami többet és többet csinálni, és valami több melegséget, érzést kihozni, és dinamikus, dinamikai különbségeket kihozni, tehát hogy ne ismétlődjön, mert ez nem lehet egy ismétlődés állandóan, mert ugye akkor az már csak unalomas, és az embernek már nincs meg az az élvezete belőle. Tehát ahogy ön is mondja, tehát hogyha ha akár százszor is, talán a Figaro házassága, talán 150-szer ismételtem Don Giovannit is talán annyiszor, és mai napig is mindig, amikor új, fantasztikusan örülök neki, hogy várom, és nagy örömmel tölt el. Mert ugye elsősorban én hallgató vagyok, és ha én unatkozom, akkor mindenki mögöttem unatkozni fog. Tehát nekem kell elsősorban jól érezzem magam, nekem kell, hogy tetszen a dolog, és remélem, hogy akik mögöttem ülnek, akkor őnekik is ez lesz az érzésük. És hogyan lehet erre a fajta felfedezésre rávenni a zenekart is, erre a fajta újra felfedezésre? Hogyan tudja inspirálni őket? Hát pont ez az a legnagyobb probléma, mert a zenekar is ugye ennyiszer játszotta, de lehet, hogy azért ott azért változnak a tagok, új ember jön, cserélődnek, de ez pont a karmester feladata, mert ha ő nem lángol, akkor nem tud ő se gyújtani. Tehát nem tudja tovább megmozdítani a zenekart, akkor senki helyette nem fogja, és a zenekarnál meg pont fordítva, ő ugyanúgy úgy működik, mint egy ejtőernyő. Csak ha nyitva van, ha kész nyitni, mert hogyha összezáródik az ejtőernyő, akkor kész, akkor a zuhanás a vége. Tehát ugyanúgy akkor széttépheti magát az ember, semmi nem fog segíteni. Nagyon fontos az a dolog, hogy mind a két oldalról meglegyen az az érzés. Említette már korábban, hogy a romantikus zene különösen közel áll önhöz. Például Gounod operáit is nagyon szereti, díjakat is nyert Gounod interpretációkkal. Miért áll ez a műfaj önhöz közel? Miért áll ez a zenei irány közel önhöz?
Ez mind az ember természetével függ össze, tehát hogyan látja az ember, hogyan reflektálódik, hogyan érzi a zenét, mennyire áll hozzá közel a zene, melyik zene ül számára jobban, tehát melyik jut el a szívéig. Én nagyon szeretem egyrészt ugye a romantikus zenét, ahogy már mondottam volt, de a drámai zenét is, ahol drámai akcentek vannak, és az operában ugye nagyon gyakran ugye folyik a vér, meg gyilkolásznak, meg stb. Tehát ott nagy érzések uralkodnak, ugye a szerelem, utána meg a féltékenység, és ez nagyon jó, hogy a zenében ez tükröződik, ha ezt ábrázolja a zene ezeket az érzéseket. És természetesen mi meg igyekszünk ezeket továbbítani az emberek számára, akik eljönnek az előadásra vagy a koncertre, hogy ugyanilyen érzésük legyen, ők is megéljék azt a gyönyörűséget, amit a komponista eredetileg elképzelt. Természetesen karmesterként, opera karmesterként nem csak a zenekarból kell kihozni a maximumot, hanem az énekesekből is. Velük hogyan szeret bánni, velük hogyan szeret együttműködni, mik az alappillérei ennek az együttműködésnek? Az énekesekkel mindig más a munka, mint a zenekarra. A zenekarban ugye szétosztják a nakottákat, és akkor kész. De ugye az énekesnek ugye fejből kell tudni mindent, ugye főleg az operában, és azon kívül megvannak a maguk problémái, ugye technikai jellegűek, amelyeket le kell tudni küzdeniük, tehát el kell, hogy olyan hangpozícióba kell jussanak, hogy valamilyen, hogy ne lehessen egyáltalán beszélni énekesi problémákról, és ez nagyon gyakran a karmester feladata, hogy segítsen az énekesnek, hogy rávezesse őt, hogy az előadás módja össze kell, hogy kapcsolódjon az a interpretációs ideállal, amit a karmester és a zeneszerző elképzelt. Tehát, hogy egy ilyen közös kapcsolatba tudja hozni a darabbal, a karmesterrel és a zenekarral. Tehát ez nagyon fontos az énekeseknél. Az énekeseknél nagyon gyakran az van, hogy ők arra ügyelnek, hogy nagyon szépen zengjen a hangjuk, jól nézzen ki, gyönyörű szép kosztümben legyen, stb. De a számomra lényeges az, hogy képesek legyenek átadni ezt a zenét a hallgatóság számára. Megint csak innen fogjuk folytatni a beszélgetést, ugyanis ismét következik valaki, akit jól ismer. Egy Kocsis Zoltán emlékkoncert kapcsán fonódott szorosabbra Víg Andrea és Oliver von Dohnányi szakmai kapcsolata, a Liszt Ferenc díjas hárfaművész következik. Végtelenül gentleman, nagyon jó humora van, és végtelenül elegáns úriember, szóval inkább így képzeljék el. Én nagyon szeretek a társaságában lenni, mert úgy érzi az ember, hogy biztonságban van, és mindig rendkívül izgalmas dolgokról lehet vele beszélgetni, mind szakmailag, mind pedig a nemzetközi relációt tekintve. Szorosabb barátság igazából egy olyan másfél éve alakult ki köztünk, amikor készültünk In Memoriam Kocsis Zoltán a Magyar Klasszikus Zene napja alkalmából erre az ünnepi hangversenyre itt a Zene Akadémia nagytermében, és akkor is együtt dolgozhattunk, és egy nagyon személyes és egy nagyon jó kapcsolat alakult ki köztünk, úgyhogy az egyetem zenekarához is meghívtuk, és most pedig az újévi nyitány kapcsán ismét szorosabb kapcsolatban vagyunk, sőt annyira, hogy néha SMS-t is váltunk így, amikor időnk engedi, és hát próbálunk így abszolút a privát szférában is barátokként együttműködni. Nagyon jó vele együtt dolgozni, egy kiváló karmester, hihetetlenül elegánsan és nagyvonalúan kezeli a muzsikusokkal azt a próba folyamatot, ami egy produkciót megelőz, és a szakmaisága az kétségbe vonhatatlan. Én azért örülök, hogy ő lesz idén az újévi nyitánynak a karmestere, mert egy gyönyörű szép keretbe foglalja az újévi koncert műsorát a két szélső kompozíció Dohnányi tollából, az ünnepi nyitány és a szimfonikus percek, és azt gondolom, hogy ennél autentikusabb és szebb előadást el se lehet képzelni, mint hogy Oliver von Dohnányi fog vezényelni.
Nem csak karmesterként dolgozik, hanem zeneigazgatóként is, például Jekatyerinburgban zeneigazgatóként is dolgozott. Mit jelent a nagyban való gondolkodás, a még nagyobban való gondolkodás? Milyen szempontokat vesz figyelemben akkor, amikor például egy évad programját állítja össze? Mindig nagyon jó, hogyha az ember hatással bír egy bizonyos darabra, egy bizonyos zenekarra, vagy egy valamilyen színházra, és annak fejlődésére. Operában jó, hogyha 3-4 szezonban tervezünk előre, és tudjuk nagyon jó tudatosítani a lehetőségeinket, milyenek az énekesek lehetőségei, vagy kiket tudunk szerződtetni, akkor természetesen nagyon fontos látni bizonyos dramaturgiai tervet. Én mindig azt mondom, hogy nem csak ABC operákat kell játszani, a Ajda Bohém Élet és Carmen, hanem ugye végig lehet menni az ABC-n is, ami nagyon érdekes lehet a nézőkre. Természetesen Traviata, Rigoletto és Ajda, ezeket mindig kell játszani, de természetesen játszani kell mások darabjait is. Én úgy gondolom, hogy nagyon jó dolog az, hogyha a karmesternek lehetősége van hatással bírni ezekre a dolgokra, és a fő szava lehet a dramaturgiai terv létrehozása. Természetesen, amikor az ember ilyen adminisztrátorjá, művészeti igazgatóvá is válik, akkor ugye nagyon sok gondot vesz a nyakába is, és akkor majd mindenki azt gondolja, majd ő megoldja, mert ő tudja megoldani, és akkor ugye este megyek vezényelni, és közben a fejemben állandóan azok a gondolatok járnak, amelyeket meg kell oldani, és amiket nem lehet megoldani, de ezt nem lehet nagyon összehozni a karmesterséggel. Nagyon jó, hogyha az embernek van valaki, aki olyan, aki ezt az adminisztratív és technikai részt megoldja, és akkor pont a karmesternél marad a művészi rész. Én igyekszem mostanában csak vezényelni, és igyekszem ezeket az egyéb dolgokat elkerülni, és most hála Istennek olyan jó lehetőségem van gyönyörű dolgokat vezényelni, amelyek örömmel töltenek el, hogy bizonyos szempontból ez az egyéb dolog nem is nagyon hiányzik. Tehát nagyon jó, hogyha az ember szabadúszó, de természetesen ugye ezeket az intézményekre, állami intézményekre is szükség van, amelyeknek megvannak a maguk szerepe, és akkor ott vannak azok az emberek, akik ezt végzik. Említette az ABC operák biztonságát, és hát nyilván bátorság például kortárs operákat, kortárs műveket bemutatni. Már a műsor elején pedzegettük, hogy miért tartja fontosnak a kortárs művek előadását, de kicsit meséljen még erről, hogy ez mit jelent az ön számára. Ahogy ön is már mondta, tehát Jekatyerinburgban voltam 5 évig az operában a művészeti igazgató, és igyekeztem egy elvi politikát csinálni, hogy olyan operákat igyekeztünk játszani, amelyeket egyébként ott soha nem adtak elő. Philip Glass-szal kezdtem például. Tehát ugye számukra, hallgatókra számára ott teljesen ismeretlen volt a Tiagra opera, amelyet ott bemutattunk, az számukra egy jelenés volt. Akkor Moisei Weinbergtől adtuk elő az Utazó hölgy operát, ami nagyon sokáig elfeledett volt, a Bregenzi Fesztiválon játszották először, és én Oroszországban én mutattam be először, kvázi, ugye ő orosz-szovjet zeneszerző volt, és mégis soha nem adták elő. Vagy Bohuslav Martinútól, ugye egy modern előzeneszerzőként tartjuk, Görög Passiót adtuk elő tőle, tehát ezeket nem játsszák azért, mert ugye ott most ugye Oroszországban az zajlik, ami zajlik, tehát ezek ugye mind békés dolgok, amelyek támogatják a békét. Én ezt nagyon sajnálom egyébként, tehát a Covid-dal kezdődött ez az egész, és hát sajnos most már idáig fajult, tehát már nincsenek meg a kapcsolataim, még ha emberileg is nagyon jó kapcsolataim voltak, és nagyon jó művészeket ismertem meg, de sajnos az a helyzet, amely ugye mindannyiunk számára ismert, olyan, amilyen. Ezek után nem maradt más hátra, mint hogy megkérdezem, hogy mik a tervei a 2023-as évre? Tehát kalendári...
umelcov plánuje nyilván a 23. Ugye a művész a naptárában nem csak a 23-as, hanem 24-es, 25-ös évre is tervez. Én nagyon sok új dolognak örülök, amely majd eljön. Természetesen ezek egy része, ugye elérhetetlen, ugye volt a Covid alatt, ugye nem tudtam eljutni szinte sehova, amikor például itt is, pont itt vezényeltem Simont, tehát ugye Okovács Szilveszternek el kellett intéznie, hogy egyáltalán a határon át tudjak jutni, egy különleges engedélyt kellett szereznie. Tehát nagyon sok dolog most ugye tér vissza, újul meg, tehát Ausztráliában fogok vezényelni, aztán majd később Németországban, Ausztriában, Olaszországban, és természetesen mindig Magyarországnak örülök a legjobban. Ezt pedig mindig nagy örömmel várjuk, majd köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen. A klasszikus zene kedvelői tehát 2023 első napján ismét egy nagyszabású koncerttel köszönthetik az új esztendőt. Az Oliver von Dohnányi által vezényelt újévi nyitányt január 1-én 18 órától a Bartók Rádió élőben közvetíti, a Dunán este 19:30-tól pedig látható lesz a koncert felvétele. Önök a Kontúrt, az M5 portré műsorát látták, adásunkat újra megnézhetik a mediaclip.hu-n és a YouTube-on is. Jövő szombaton este 18:00-tól pedig újra várjuk Önöket, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra!